vagyunk Budapesten a Kelenföldi pályaudvar előtt. Innen kaptunk jelzést, és eljöttünk ide a Betyársereg tagjaival. Itt van mellettem Kirityás Zsolt, barátom, a Betyársereg vezetője, illetve eljött Novák Előd, ennek a területnek az önkormányzati képviselője itt az Újbudai önkormányzatban. És az a tapasztalatunk, ez most már sok évre visszanyúló tapasztalat, hogy általában olyan zűrös helyeken, ahonnan segélykérés kapunk, ott általában elég, hogyha megjelenünk, és onnantól kezdve akkor a rendőrség teszi a dolgát, és végre a közterületeken rendet tart fent. Innen a Kelenföldi pályaudvartól ugyanolyan híreket kaptunk, mint korábban az Őrsvezér teréről, sőt, állítólag ugyanaz a banda fölbukkant itt a Kelenföldi pályaudvaron, akik zaklatják itt az erre sétáló fiatal lányokat, nőket, kéregetéssel erőszakosan oda mennek az emberekhez, akik itt éppen munkába sietnek, vagy éppen jönnek haza, és zavarják az itt közlekedőket, illetve hát a bűnözés melegágya lett ez a terület is, ugyanúgy, mint korábban az Őrsvezér tere. Hát azt tapasztaltuk az Őrsvezér terénél is, arrafelé is jártunk, hogy elég volt néhányszor elsétálni arrafelé a magunk részéről, és akkor a rendőrség tette a dolgát, jelenleg is ott vannak. Hát úgy gondoltuk, hogy eljövünk ide a Kelenföldi pályaudvarra is, és hát mivel azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen helye lehet még az országnak, ezért gondoltuk, hogy ezt a mostani, ma esti sétánkat, ezt felvesszük, erről készítünk egy videót is, már csak azért is, hogy lássa mindenki, hogy van értelme ennek a jelenlétnek. És nyilván nem a Kelenföldi pályaudvar az egyetlen hely, veszélyes hely ma Magyarországon, de itt Budapesten mindenképpen egy ilyen kiemelt helynek számít. Elmegyünk akkor, körülnézünk itt ezen a környéken, itt a Kelenföldi pályaudvaron, hogy mit tapasztalunk. Reméljük, hogy azzal, hogy megjelenünk, már azzal legalább akkor a rendőrség teszi a dolgát, illetve hogyha bűnözőkkel találkozunk, akkor segítünk a rendőrségnek elfogni ezeket a bűnözőket. Úgyhogy akkor tartsanak velünk! Jó napot kívánok! És a közterületi alkoholfogyasztás az itt rendben van? Ismerjük a urakat. Kit, a rendőröket, vagy kit? Ja, és akkor a rendőrök elnézik ezt maguknak? Hát csak ő itt az önkormányzattól van. És ő azt mondta, hogy... Csak ugye nem lenne szabad közterületen alkoholt fogyasztani. Akkor Molnár Gyula, a barátom a Gyula, Molnár Gyula gyerekkori. Járfő hozzánk, mert az Áron fia, meg az ő fia egy idősek. Igen. Csak ő MSZP-s polgármester volt, hát most már DK-s van. Igen, most az Imrénk van. Igen, itt lőttem föl, ez itt az én, így szoktam mondani, bocsássatok meg, vadász törődöm. És most ittam egy kortyot. Jó napot az uraknak! Jó napot! Tudjuk, itt én vagyok, uraknak! Jöttünk szétnézni, ellenőrizni. Tolockai László vagyok. Tolockai László. Novák Előd, önkormányzati képviselő a kerületben. És úgy hallottuk, hogy nagyon rossz itt a közbiztonsági helyzet. Meg itt éppen ezek az urak éppen itt közterületen fogyasztják az alkoholt, és önök meg itt vannak velük szemben. Hogy elvileg ezt nem lehet a kerületben. Fel lett hívóram a figyelmük rá, többször is. Akkor, amikor ott voltam, a szabályosítást is befejezték, eleget tettek ennek. Most, mivel elkezdték újból, az oda fog menni, szankciót fog. Most mutatok 4-5 olyan gyereket, fogadjunk, hogy bemegy a plázába, 3 perc, fordul egyet, kiszalad, elmegy. Két barátom halt meg itt, egyet ütöltek meg, egyet ott a padon, egy bunyós barátom itt elfekült, benne volt az újságban. A másik a Peti gyerek 26 évesen, a 8. heti cigányok, adtak neki egy cigit, itt ült a Peti gyerek, elaludt. Mi volt abban a cigiben? Hát gondolom ez a vicces cigaretta, beálljuk. Két hónapja? Hát ez nem is volt a hírekben? Nem, de az benne volt, akit a padon nagyon vertek és meghalt a bunyósnak. És az mikor volt? A 3-4 hónapja. De ezekről nem ír az Újbuda újság. Ezeket azért szépen elhallgatják, mintha minden rendben volna. Így van, itt nincs rendben semmi. Ez most egy kócpont. Itt megáll a vonat, leszáll Ercsiből, jön innen haza. Például van egy nagyon jó kis történet. Tegnap előtt egy fiatal ember ide beájult a tűzcsaphoz. Majd van két biztonságőr, én portáztam nagyon sokat. Mondom neki, Gabi, gyertek, hívunk egy rendőrt, egy rendőrt nem látok, a gyerek beájult, nehogy elvegyék a telefon, pénztárca, ez meg az, kívtok a mentőt. A mentő kívült, a gyereknek meg volt telefon, pénztárca. Hajnal 2-kor húzza a bőröntöt, a gyerek ordulál, taxi, kirabolták. Elvették a telefon, elvették a... Az hány órakor volt? Hajnal 2-kor, én itt lakok a hetünk, és ordulál. Azt mondta a rendőrkapitány nekem, hogy ilyen nappali rendőri jelenlét van itt. Itt. Ezt mondják? Itt 8-kor tudják tűnnek a rendőrök, hogy azt se tudjuk, mi van. Több mint 3 hete írtam egy e-mailt a kerületi rendőrkapitányságra. Bejelentés híd alatt berendezkedő hajléktalan ügyében, fényképet is mellékeltem.
Több mint 3 hete választ sem kaptam, intézkedés sem történt, ezt ma is ellenőriztem. Ahogy írtam is, és ahogy a fotó is mutatta, még tűzgyújtó helyet is létesített egy hajléktalan, az ugyanúgy érintetlenül ott van, ahogy korábban. Hiába kértem ennek felszámolását, és ezt tapasztalják sajnos szerte Új-Budán, hogy válasza sem méltatja őket a rendőrség. Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, hatásosabb fellépést kérnék. Nem beszélve arról, hogy lomizó cigányok árasztották el Új-Budát az elmúlt hetekben, nem tesz semmit a rendőrség és az önkormányzat. A turkálás közben összetörik az üveget, sok parkolóhelyre nem is lehetett beállni, mert szétvágja a gumit a lapát számra ott hagyott üvegszilánk. Az önkormányzat szerint pedig takarítsák össze a lakók azt, amit a FKF ZRT ott hagy a járdán. Mindenféleképpen ennek utána fogok nézni. A lomizó cigányokban meg sajnos igaza van. Tehát ezt meg kell, hogy mondjam, hogy sajnos évente mindig előfordul ez a probléma, hogy ahogy ez a jómódú kerületnek, vagy hát a kerület jómódú lakossága, vagy akár rosszmódú, teljesen mindegy, de bizonyos életszínvonal fölött élő lakosság kiteszi a már neki nem szükséges holmiait. Itt megjelennek olyan emberek, akik igazából nem itt laknak a kerületben, és tulajdonképpen semmi keresni valójuk nem lenne itt. És bizony-bizony olyan állapotokat hagynak maguk mögött, ami nem kéne. A 8. kerület metró ugye a 2. János Pál Pápa téren. De hogy a cigánybűrözők? Igen, tehát füvet árulnak a lejárón, drogot árulnak a gyerekeknek. Itt minden van. Tehát akkor teljesen csak ilyen színpadi kelléknek vannak itt a rendőrök magyarok. Így van. Tehát menjünk le az aluljáróba. Mutatok 3-4 olyan embert is most lent, menjünk, akik futósok, menjünk. Azt figyelik, az ki hova megy. Minket, az érdekel. Az hova megy. Nézzük meg. De azok tolvajok? Tolvajok? Persze. Régben nincsen ki. Régben nem mernek bemenni, mert ugye csak egy cső van. Nincs kijárat. Nincs menekvés. Így van. Azért mondom, tehát én itt nagyon rossz lett most a közbiztonság. És nem azokat igazolják, akik látják, hogy fleó, meg minden, hanem azt, akik tényleg itt ül és nem balhézik, egy szót nem szól. Őket igazoltatják, meg könnyű őket. Ugye. Kemény bűnözőz, meg nem megy oda. Én visszasírom a KMK-t, a régi közösséges munkakerülés. 47 éves vagyok, van egy szép családom, de az biztos, hogy nem engedem őket egyedül. Se, itt főleg nem. Megfogja a gyerek kezét, viszi. Csak ketten vagyunk itt, azt lássam is, nincs több járőrp, és ez elég nagy terület. Most volt ma már valami, mert látom, hogy most ért ide egy mentő. Volt ez valami esemény? Egyelőre nem volt semmi, csak most jön az este. Most kezdődik? Hát meccs is lesz ma. Meccs is. Igen. Itt az itt lakók már arcról tudják, hogy kik azok a nepperek, akik itt a drogot árulják, akik itt megfenyegetik a járókelőket, legalábbis az ilyen gyengébeket, nőket, hölgyeket, időseket. Próbáltunk nem lehet ezekkel föllépni? Próbáltunk föllépni, de mikor mi mentünk az urakkal, ők nem tudtak nekünk senki felmutatni például arcszerintet. Mert félnek megjelölni ilyen esetben, ha önök egyenruhában vannak. De hát akkor valahogy civil ruhás rendőrökkel, valahogy ez csak meg lehetne oldani, ha már a járókelők arcok fölismerik ezeket a bűnözőket. Igen. Biztos meg rá az elegendő erő, csak... Csak nem küldik ide? Két ketten vannak. És éjszaka is itt vannak? Mert nekem itt azt mondták, hogy 8 óra után már nincs rendőri jelenlét. Elvileg éjszaka is itt vannak. Elvileg. Nem tudjuk. A rendőrkapitány úr itt a kerületi azt mondta, hogy éjjel-nappali rendőri jelenlét van a kerületi pályaudvaron, de azért a helyiek meg azt mondják, hogy itt ordibált valaki segítségért az egyik nap egy taxiból kiszállva, tehát hogy itt mégis olyan félelemben élnek, és nem jelenik meg ilyenkor a rendőrség, ezt nem értjük, hogy ez hogy lehet akkor, még ha nagy is a tér, de... Próbálunk kitenni 024-ben, ők is látják, de ha véletlenül van egy olyan küldés, vagy cím, akkor sajnos kell segíteni. Kimenni innen terepre, hogyha éjszaka a riasztás? Tehát akkor innen el kell menni, hogyha valahol riasztás van, ha jól értem. Nagyon nagy. Elég nagy a kerület, a rendőrség kapcsolatása. Gyakran van baj, főleg hétvégén éjszaka bejelentések. Köszönjük, jó munkát! Köszönjük. Tettel arra, hogy végigsétáltunk és körülnéztünk itt a kelenföldi pályaudvar környékén, és most hát vagy a látványunkra, az érkezésünkre tűntek el innen a keményebb bűnözők, de igazából a részegeken, hajléktalanokon
alkoholistákon kívül most nem nagyon láttunk senkit, sőt a rossz arcok, amikor mi megérkeztünk, akkor gyorsan sietve távoztak. Természetesen Zsoltiékkal, a betyársereggel, ugyanúgy, mint ahogy eddig, a jövőben is bármikor villámlátogatásokat tehetünk, megjelenhetünk bárhol, az ország bármelyik területén, hogyha vannak ilyen helyek, már pedig rengeteg ilyen hely van az országban, akkor köszönettel vesszük, hogyha kapunk jelzést. Nyilván nem tudunk mindenhova elmenni, hiszen a mi kapacitásunk azért véges, és nagyon jó lenne, hogyha nem csak a betyársereg, nem csak a Mi Hazánk mozgalom tenné ezt az országban, hanem mindenfelé lennének olyan magyar állampolgárok, akik próbálják azt megoldani, hogy az állam elvégezze a kötelességét, és biztosítsa a közbiztonságot, biztosítsa a rendet mindenhol Magyarország területén. Úgyhogy, ahogy eddig, ezután is, nem csak az Eörsvezértéren, nem csak itt a kelentföldi pályaudvar környékén, hanem bárhol fölbukkanhatunk és körülnézhetünk. Tapasztalatunk pedig az, hogy utána általában a rendőrség is meg szokott jelenni, és elkezdi végre végezni a munkáját.